Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, elnézést kérek a doboz hangért, telefonnal rögzítjük a mai adást, barátkozzanak meg vele. A KimiTube online videós verseny túl van mértani felén, összegezzük, hol is tartunk. A mai összefoglalónkban azokat a produkciókat és előadókat fogjuk bemutatni, akiket kiemelt, akikért rajongott a zsűri. Lássuk! Sziasztok, Kivés Gergő vagyok, és ez itt a kis hanglaborom. És nem sok látszik, de így néz ki. Most valahogy körülbelül 2 éve csinálok itthon zenéket mindenféle stílusban, elsősorban hip-hop és break, és amit most szeretnék mutatni, az a Annyi forintosom lenne címet kaptam. Elsőként bemutatkozik Illés Gergő, aki szédítően keverte meg Korda György zenéjét, produkcióját Szirmai Gergő. Vlogger fogja értékelni majd. Megöl az unalom, meg váltságot, poénból robbantani gazdasági válságot, az én emért ne, nemzeti rányoltok, hogy szivaragy utánán fel a dohányboltot, de nem ez a félom, téged kitanított vagy, amit az élettől kapok mélom, ha nem is kérdem, újra építem a titanikot, és ezzel töretek éget a koktélomba. Na most, ez az én műfajom. Majdnem elkerült a figyelmemet, és ez egy nagyon nagy probléma lett volna, mert már töltöm az albumát. Nagyon tetszik, hogy nem egy gangster rappel van itt dolgunk, hanem egy történet, egy állásfoglalás van itt elmesélve, nagyon-nagyon kreatív, jó kis rímekkel. Baromira bírom, hogy Korda Gyuri van beszemplölve teljesen arcátlanul felvállaltan. És láthatólag itt kemény tudás van a háttérben, nagyon-nagyon jó a scratch, nagyon jó a sampling, nagyon jók az ütemtörések, és úgy általában még a szöveggel kiegészítve is az egész szám, egyszerűen úgy, ahogy van, az a fajta hip-hop, amit én imádok. Most pedig következzen egy teljesen klasszikus, hagyományos, ismeretterjesztő vlog, a kávészünet pszichológussal. Ez azért érdekes pályamű, mert sehol máshol nem indulhatna el, csak egy ilyen internetes tehetségkutatón, ellentétben mondjuk egy zenés vagy egy táncos produkcióval, ami bármilyen ki mit tudon színpadra léphetne. A Lélekbúvár vlogot Puzsér Robert értékelte nagyra. Lássuk! Szép napot mindenkinek, ez itt a Kávészünet pszichológussal. A vlog célja a pszichológiai alapismereteknek minél szélesebb körben való terjesztése, éppen ezért kezdjük most a kommunikációval, hogy hogyan tudunk megváltoztatni a kommunikációnkat, és hogyan próbáljuk egymást manipulálni a kommunikáció segítségével. Például megfigyeltétek-e azt, hogy amikor vitás szituációba keveredünk, vannak olyan emberek, akik megmagyaráznak mindent. Mindent. Mindenről tudnak mindent. I'm not a psychopath, Anderson, I'm a high-functioning sociopath. Do your research. Gyöngyi, a te videócsatornád képviseli a valódi közszolgálatiságot, sőt, egyfajta civil ellenállást a kereskedelmi és közszolgálati televíziózás hitványtartalom nélküliségével szemben. Nagyon sok sikert kívánok! Te és a hozzád hasonlók vagytok a reménységei egy olyan világnak, ahol majd a közszolgálatiságot nem pártkatonák és gátlástalan pénzéhes producerek fogják uralni. Ezt önnek, mint elnöknek kötelessége elviselni? Lali táncfilmje következik, ami egy gyötrelmes coming out történetét meséli el Conchita Wurst zenéjére, a produkciót Sárközi Gyula, koreográfus és Puskás Péter zenész zsűrisztele. Sziasztok, Turi Lajos Péter vagyok, 27 éves, táncművész és koreográfus. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a táncfilmemet. Sziasztok! I'm gonna fly. Fantasztikus az a fajta nemes gondolat, amit kimondasz mások helyett, hogy milyen nehéz lehet egy szülőnek elfogadni a másságát a gyerekének, milyen nehéz lehet a gyereknek elmondani a szüleinek a másságát. Szóval csodaszép, hogy ezt megfogalmaztad. Azt gondolom, a mai világban már nem elfogadható az a szöveg, az a magyarázat, hogy nincs erre pénz, nincs arra pénz. Ez a technika már mindenki számára elérhető. Megcsinálta, és egy kifogástalan videót csinált. Látszik, hogy nem 50 milliárd forintból készül, de benne van minden, és ez átjön. Van egy másik lélegzetelállító produkció is, ahol a művész saját testével fejezte ki a gondolatait, Sanyika a Baróti Sztár TV-től ösztönös és naív művészetével lenyűgözte a zsűrit, de legfőképpen Mondik Noémi grafikust.
Következzen az internet csattanós válasza a modern táncművészetre. Hello, hello, sziasztok! Sanyika vagyok a Baróti Online Star televíziótól. Továbbra is itt a természetben, természetesen most. Sanyika, te annyira szépen táncolsz, hogy én azt gondolom, hogy nem szükséges ehhez hozzáfűznöm bármit, mert egyszerűen gyönyörű úgy, ahogy van. Bármilyen hozzáadott véleménnyel ezen csak rontani tudni, hogy tökéletes. Arany Timi egy suli koncert hangulatú videóval jelentkezett a Kimittubra. Ez tulajdonképpen egy sima megasztáros pályaműnek felel meg, egy jó hangú énekes egy ismert slágert énekel el. Na de hogyan? Kovács Patricia és Péterfi Bori is hanyat vágódott Arany Timi a hangjától. Sziasztok, Arany Timi vagyok, 15 éves, Veszprémben élek. Nagyon-nagyon szeretek zenélni, mondhatni ez az életem, és remélem, hogy egy nap majd igazi énekesnő válik belőlem. Arany Timi, hogy lehet 15 évesen így énekelni? Hihetetlen vagy! Szervusz, Arany Timi, nagyon üdvözöllek ebben a versenyben, nagyon megörültem neked. Elkezdtem aggódni a napokban azon, hogy úristen, hova ment ez a kimitjuk, mert ugye picit azt éreztem, hogy kicsit több a troll, vagy kicsit több az olyan ember, aki pusztán a szereplésért jelentkezik ebbe a versenybe, mindenkinek szíve joga, de azért ezt ne felejtsük el, hogy ez mégiscsak egy tehetségkutató. Elkezdtél énekelni, és leszakadt a plafon. Olyan brutális hangod van, döbbenet. Tudod, hogy ezen mások mennyit dolgoznak, hogy évtizedek alatt valahogy ilyen szintűre rekettesítsék a hangjukat. Ezen elképesztő ez az adottság. Az a legjobb az egészben, hogy közben olyan természetes vagy, miközben azt is azért el kell mondjam, hogy évek óta nézzük ezeket a tehetségkutatókat, és nagyon sokszor azt lehet látni, hogy fiatal emberek, olyan fiatalok is, mint te 15 évesen, már tele vannak mindenféle pózokkal, mindenféle manírokkal, amiket ellesnek innen, onnan, mindenféle videóklipekből, és akkor te jössz, és egyszer csak elénekelsz úgy egy AC/DC számot, hogy leszakad a plafon. Hát a nagy kérdés az az lesz, hogy miket fogsz majd énekelni, milyenek lesznek a saját számaid, de az, hogy elképesztő tehetséges vagy, az biztos. Következzen egy elképesztően profin összerakott produkció egy olyan duótól, akiknek még a bemutatkozó filmje is fényesre volt csiszolva, teli van jó ötletekkel. Fantasztikusan jó zene jön, és mindezt Tamás Bence Gáspár kollégám fogja majd az egekbe magasztalni. Sziasztok! Mi vagyunk a LED. Elektropop duó, vagy szintipop, kinek hogy tetszik. Átfogadjátok szeretettel, és nagyon szeressétek, vagy borzasztóan utáljátok, mindegy, csak nézzétek és szavazzatok ránk. Szeretek, aminek ilyen a hangulata, hogy az ember csak néz, és a szinti szörnyeg mindent elintéz. Tök jól néztek ki például. Tök szép a dallam, nem csak a 20 éveseké a világ. Én azt bírom ebbe az egészbe, hogy fogtátok és előszedtétek gyerekkoratok kedvenc műfaját, és elkezdtétek csinálni. És azért is jó a LED produkciója, mert Magyarországon ez a műfaj nem nagyon tudott kibontakozni. Ugye a Bonanza Banzai egy ideig ilyen volt, de aztán sajnos Ákos árulásával megszűnt ugye létezni. A Fake Empire szintén egy saját dallal és klippel jelentkezett a versenyre, Flór Tomi emelte őket a magasba, nem felejtve el közben saját magát promotálni. Ezzel is hergelve a zsűritársát, Puzsé Róbertet. Megy már? Mondj már valamit! Hangját hallatja, a lélek ballasztja, balanszba hozza a mérteket. Altató altatja, cigit gyújt üdőzi, fújja ki magából a mérgeket.
kicsit 30Y-osított, viszont én azt látom, hogy azért a Petőfi rádiós előadók között simán lehetne hely ennek a dolognak. Támogatom. Lazaság, jó a szöveg, jó a zene. Ez az utcazenélős dolog is nagyon-nagyon közel áll hozzám. Én is rengeteget nyomtam az utcán a haverokkal, ők gitároztak, én rappeltem rá. Úgyhogy ez a fajta szabadság engem mindig is megfogott, és nagyon-nagyon támogatom az ilyesmit. Nagyon szimpatikus Simon Péter könyvfacsaró produkciója következik, amit Fülöp Péter, kedves és értő kollégám fog majd magasztalni. Simonfi Péter vagyok, és érdekel a hangtechnika, illetve a videótechnika. Ebből adódik, hogy a produkcióm egy zenei videó lesz. Fő hangszerem ugyanis a zongora, és azon gondolkodtam, hogy egy szimpla zongorás videó az lehet, hogy kicsit unalmas lenne egy ilyen versenyhez, úgyhogy emiatt raktam bele még ilyen filmes elemeket, ugyanis mostában kezdtem el érdeklődni a stop motion technika iránt, és ezeket a érdeklődési kísérleteket láthatjátok. Amikor elsőre néztem még a videót, akkor azt gondoltam, hogy végre van egy igazán klassz jelentkezőnk, ami persze nem azt jelenti, hogy a többiek sokkal rosszabbak lettek volna, egyszerűen csak nem láttam eddig minden videót, de a te videódnál éreztem azt, hogy kiemelkedik a többi között. Úgyhogy drukkolok, hogy bekerülj a top 15-be, hajrá Péter, sziasztok! A Rimbiózis egy tényleg grandiózus klippel és repszámmal jelentkezett a versenyre, Szájdott a zsűriből, talán most láthattuk először elégedetten ritmusra bólogatni. Sziasztok, Magyar Péter vagyok, én képviselem a 6-tagú Rimbiózis rap csapatot. Ez az első videónk, amit föltöltünk nektek. Ez egyfajta görbetükör, vagy görbetükör állítása a mai magyar rap szénának. Bocs, hogy más a stílusú, te Rambo, én Rambo, te impro, én Rimbro, te retro, én rap jó, meg lepjen, meg az akinek a happy end a helye, nekem a toll, lételem, így zavar a tollászkoz, nincs értelem, de hetente jársz fodrászhoz, én inkább magamnak tekerem a bitra, dumát, a rimeket, meg a dogmát, ingyen adom át, tartsát nem hadovál, de más nem csavar ilyen adomát. Elég jó kis beat, jó kis társadalomkritikus szöveg, okos rímekkel, nem a szokványos dolog, bocs, hogy más a stílusunk, harmadik MC srác. Yeah! Kék pólós, harmadik MC srác a kedvencem. Egészen jó, szokatlan flow, királyság. Klasszisokkal fölötte van a legtöbb magyar rapnek. Azt hiszem, akik egyfolytában dobálják ki magukat YouTube-ra. Úgyhogy sok sikert, ez jóság. S végül fogadjátok nagy-nagy szeretettel Mr. Klauszt, a tiszaújvárosi rappert, tőle is a Sorsod Borsod című felülmúlhatatlan produkciót. Szevasztok, komik! Mr. Klausz vagyok, Tiszaújvárosban élek, 26 éves vagyok. Ismertek már a YouTube-ról, van két számom, a Visszatértem komék, ezzel futottam be. Hát köszönöm annak a 260 ezer embernek, akik így respektálnak engem és hallgatják a rappemet. Most kezdődik majd még csak az este, Borsodban a buszok sárgára vannak festve. Az én kedvenc sportom a smokizás, jól esik néha mellé a buzdítás. Olyan csík a szemem, ki se látok rajta, leszakadt a pajta. Mind képileg, mind szövegben, mind előadásmódban annyira sűrű, annyira egységes, annyira kifejező, hogy Mr. Klausz, a szívembe markoltál. Én az ilyen produkciókat szeretem, amik csak az interneten maradnak életben. Állva tapsolok! A verseny dübörög tovább, lájkoljatok, kampányoljatok, szavazzatok, ugyanis az első 15-be a like számok alapján lehet bekerülni, és ebből a 15-ből fog a zsűri kiválasztani 5 produkciót, előadót, akik bejutnak a döntőbe, és megküzdenek autóért, pénzért, sikerért, utazásért. Tehát nyomjátok, szevasztok, jövő héten találkozunk!